hatásos módszerek az influenza megelőzésére, elbontották az életveszélyes csőzházat, rátámadt főbérlőjére, egész évben fontos a véradás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 5-én 18 óra 5 perckor. A téli időszakban megnövekedik a szipogó, tüsszögő és köhögő gyermekek száma. A hozzáértők szerint pár egyszerű lépéssel nagyban csökkenthetjük az esélyeit annak, hogy megbetegedjenek. A következő híradásunkból kiderül, hogy hogyan erősíthetjük gyermekeink immunrendszerét. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője elmondta, hogy a hűvös idő beálltával megkezdődött a hiányzás az óvodákban is. A hűvös őszi idővel megkezdődött az óvodákban is a gyerekek hiányzásainak növekedése. Már most egyre több kisgyermek náthával, megfázással, torokfájással marad otthon a mindennapokban. A szülőkkel együttműködve az óvoda is ebben az időszakban nagy gondot fordít a gyerekek réteges öltöztetésére, a vitaminok pótlására, a közétkeztetésben is megfelelő fokozott gyümölcs, zöldség és folyadék bevitelre, valamint a higiéniára egyaránt. A szülők is és az óvoda is nagyon nagy gondot fordít ebben az időszakban a gyermekeknek a réteges öltözködésre, a vitaminpótlásra, a betegségek megelőzése érdekében a higiéniai szokások betartására, kézmosás, fertőtlenítő kézfolyadékok használatára, és hát nem utolsó sorban a sok-sok teja fogyasztásra, hiszen azt gondoljuk, hogy ez is nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekeknél megelőzzük a betegségeket. Mindezek az intézkedések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megelőzzék a betegségek kialakulását. November hónapban az egészségnapok is sok-sok óvodában helyet kapnak, és ezeken az alkalmakon a gyerekekkel közösen, akár előadók meghívásával, védőnők, fogorvosok, gyermekorvosok előadásaival kiegészülnek ezek a programok, és ilyenkor még átfogóbb ismereteket kaphatnak a szülők is, a gyerekek is arról, hogy hogyan tudjuk megelőzni a betegségeket, hogyan tudunk tenni azért, hogy ha már megbetegedtünk, akkor az mégis minél rövidebb lefolyású legyen, minél hamarabb tudjanak visszajönni a gyermekek is a közösségbe, és hát a szülők is nem utolsó sorban a munkába. Dr. Szalai Anna Mária szülő annak ellenére, hogy szakmájából adódóan nagyon jól ismeri a betegségek elleni védekezést, mégis több alkalommal szembesül azzal, hogy óvodás kisgyermeke lebetegszik. A szakmai szempontok mellett azért mindig azt figyelembe kell venni, és hát szülőként az ember szembesül, hogy nagyon nehéz azért, főleg kisgyermekkorban, sokszor beadni egy gyógyszert vagy egy vitamint. Tehát így a gyógyszerformák, a gyógyszerek ízesítésére külön hangsúlyt kell fektetni, és tulajdonképpen már sokszor beszéltünk már arról, hogy a házi praktikák, a különböző egészséges élelmiszereknek, készételeknek a szervezetbe juttatása is mennyire fontos, de ugye hát kisgyermekek esetében itt is nagyon kényes kérdés az, hogy mi az az ízvilág, mi az az étel, amit a kisgyermek elfogyaszt. Úgyhogy azt tapasztalom, hogy azért nagyon szívesen fogadják a gyerekek a különböző vitamin készítményeket, amennyiben hát ezekkel a jópofa kis gumicukrokkal találkoznak, abban a formában juttatjuk be. Sajnos a savanyú káposztával hadilábon állunk, de a nagyon finom ízesített citromos tea, valódi citrommal, citromkarikával vagy limonádéval az én gyerekeimnek is kedvence. Dr. Juhász Zsuzsanna a karcagi gyermekkörzet képviseletében elmondta, hogy kezd a betegszám megnövekedni. Naponta általában 30-40 beteg gyermeket lát el, de az influenza járvány ideje alatt ez a szám a duplájára is emelkedhet. Elsősorban felső légúti és felfázásból adódó megbetegedésekkel találkozik a szakember. Kezd a betegszám megnövekedni, az átlagos forgalom most már megvan, ugye a nyári forgalom egy kicsit csökkentebb volt, most már azért az átlagos forgalom a 30-40 fővel megy. Influenza járványban ennek duplája, a nagy influenza járványban a háromszorására, tehát elérjük mindig a 100-110-es beteg forgalmat, most 30-40 fővel megy. Hát főként felső légúti megbetegedésekkel, illetve felfázásokkal, amit okoz már most ez az időjárás,
parainfluenza-szerű járványok vannak már, vagyis fokozott megbetegedési számok. Ez azt jelenti, hogy orfolyás, orrcsöpögés, köhögés, éjszakai köhögés, befulladásos köhögés és magas láz. Hát itt felhívnám az öltözködésre és a levegőztetésre, illetve a vitaminokra a figyelmét, amit a szülő tehet. Azon kívül a nagy közösségeket kerülgetjük, illetve védelemben visszük a gyereket csak. Tehát gondolok arra, hogyha a családban megbetegedések vannak, akkor egy maszkot feltenni azért illik a jelenlévőknek is, hogy ne adjuk rá a gyerekekre a megbetegedést. A másik módja, hogy meg kell jegyezni, hogy ezek vírusfertőzések, tehát semmiképpen sem kezdjük el rögtön az antibiotikumok adását, hanem vírusos fertőzés. Természetesen a szakemberhez fordulás, és majd ő eldönti, hogy kell-e antibiotikum vagy nem, de elsődlegesen lázcsillapítás, vitaminok, ágyba fekvés, citromos teja, melegfürdők, amikkel a megbetegedést tudjuk védeni, illetve segíteni a szervezetnek a védekező rendszerét. A doktornő a védőoltások fontosságáról elmondta, hogy az aktív immunizálásban főszerepet tölt be. A védőoltás beadását követően azonnal beindul az aktív védekezés, és már 24 óra eltelte után erősebb a szervezet, 10-14 nap múltán pedig kialakul az aktív védelem. Így tehát fontos odafigyelni a hasznos tanácsok megfogadására annak érdekében, hogy minél kevesebb megbetegedéssel találkozzon a gyermekünk szervezete ebben az időszakban. Korábbi híradásunkban már beszámoltunk arról, hogy az ókatolikus temetőben új búcsúztató helyet és urnafalat épített a katolikus egyház. Azóta a munkálatok megkezdődtek, a régi életveszélyes csőzház elbontásra került. Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsostól kérdeztük, hogy hol tart a búcsúztató hely építése. Látványban nagy előrelépés nem történt. Bár annyi, hogy a csőzház elbontásra került, és a városgazdálkodásnak a segítségével a terep szépen rendezésre került a Minden Szentek ünnepére, amit hát ezúton is szeretnénk megköszönni. A tervekhez az engedélyek beszerzése van folyamatban, ilyen például a tűzvédelmi hatóságé, mert villámhárítótól kezdve mindenre szükség van, hiszen ez egy olyan épület lesz, ami alatt tartózkodni fognak, bár nyitott lesz, és csak három oldala lesz, akkor is szükséges ezeket beszerezni. Nem gondoltam volna én sem, hogy ennyire körülményes a különböző terveknek és az engedélyeknek a beszerzése. Ugye a tervek azok már elkészültek, de több minden engedélyre van szükség. Ilyen például a tűzvédelmi hatóságnak is villámhárítástól kezdve mindenre szükség van, hiszen ez egy olyan épület, ami alatt tartózkodni fognak. Tehát nyilván hiába csak három oldala lesz, és egy oldala nyitott, meg csak fedele lesz, akkor is szükséges ezeket beszerezni. Hál' Istennek ezek már megtörténtek, a polgármesteri hivatalban van, reményeink szerint a napokban majd ez elkövetkezendő egy-két hétben megkapjuk az engedélyt, és akkor remélem, hogy valóban sikerül elindítani az építkezést, és akkor majd valóban a csőzház helyén megjelenik ez a jellegű búcsúztató. Mint ismert, azért búcsúztató és nem ravatolozó épül, mert arra külön előírások vannak, és az megvan a városnak a borjúdülő temetőben a ravatolozója. Azért búcsúztató és nem ravatalozó, mert hogy a ravatalozónak külön előírásai vannak. Hűtőkamaráktól kezdve mindenre szükség van, és mi ezt nem szeretnénk. Tehát megvan a városnak a ravatalozója, az ott történik. Csupán annyi, hogy valóban ott a föl tudjuk ravatalozni az elhunytat, és méltó helyet, méltó körülményt tudjunk biztosítani azoknak, akik oda temetkeznek. A búcsúztató hely környékét a későbbiekben majd szépíteni is fogják, fákkal és minden egyébbel, de ez még odébb van. Bízunk benne, hogy amikor már elindul és majd kinő, akkor majd tudjuk szépíteni is a környezetet is, fákkal, meg minden egyébbel, de hát ez még odébb van. De én bízom benne, hogy a 2020-as évben ez meg fog valósulni. A 10 millió forint az eddig 4,5 millió forint gyűlt össze. Úgy tűnik, kicsit abban maradt az adományozás. A támogatóknak megköszönik az eddigi segítséget, de még várják azokat az egyházközségnél. Csekket a templomban vagy a plébánián lehet kérni, de hivatali időben készpénzt is be lehet fizetni. Adományozni többféle módon is lehet.
van az egyházközségnek csekkje, és azon is lehet befizetni, ezt a plébániairodában lehet kérni, vagy éppen a templomnak a sekrestjében. Aztán van az egyházközségnek bankszámlája, amit egyszerűen a honlapunkra valaki fölmegy, a keresőprogramba beírja, hogy Karcagi plébánia, akkor megtalálja a honlapunkat, ott is föl van tüntetve, és van alapítványunk is, a Karcagi Római Katolikus Egyház Közösségért Alapítvány. Nyilván rá kell írni, hogy adomány búcsúztatóra, ugye mi csak arra költhetünk. Nagyobb vállalkozóknak igazolást is tudunk adni, mind az alapítvány részéről, mind pedig az egyházközség részéről, illetve készpénzben is lehet fizetni, ha a plébánia irodájába bejönnek, akkor itt is át tudjuk venni, és köszönettel vesszük. Az egyházközség bankszámlájára és a Karcagi Római Katolikus Egyházközséget Alapítvány számlájára is várják az adományt. Itt rá kell írni, hogy a búcsúztatóra. A nagyobb befizetésekről vállalkozóknak igazolást is tud adni az alapítvány és az egyházközség is. Késsel sebesítette meg főbérlőjét egy férfi kisújszálláson, majd a jelenlegi információk alapján önkezőleg vetett véget életének. A nyugalom megzavarására alkalmas riportunk következik. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2019. november 25-én 3 óra előtt kisújszállási lakhelyén egy késsel több alkalommal megsebesítette főbérlőjét, majd a ház egyik helyiségében önkezőleg vetett véget életének. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérüléseket szenvedett. Én beszéltem az egyik nyomozóval, most úgy meghallgatott, ő is azt erősítette bennem, hogy ez nagyon borzalmas fájdalommal járhat. Aztán ugye, aki itt lakik, aki kiadta ezt a lakást, hogy az is meg van szórva, hogy ő hogy mit nyilatkozott, azt nem tudjuk, hogy az milyen állapotban nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy az öcsémet egy széken ülve leesett a földre, és a feje, a karja, a hasa össze van égve, és sem benzint, sem gázolajat eddig azt mondják, hogy nem találtak, nem tudják, hogy mitől gyulladhatott fel. A Jászlóskun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság emberölés kísérlet büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást az ügyben. Hírstúdiónk mai vendége Orvos Anetta, a Vöröskereszt területi titkára. Prehó Mónika beszélget vele a véradás fontosságáról. Kapcsoljuk a stúdiót. Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a stúdiumban. Azért fogunk tegeződni az interjú folyamán, mert már régóta ismerjük egymást. Köszöntöm én is a televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. November 27-e a véradók napja. Évente több százezer egység vért gyűjtenek be, és szigorú ellenőrzéseket követően adják a rászorulók részére. Munkájuk szinte mégis láthatatlan. Kezdjük talán azzal, hogy mi a Magyar Vöröskeresztnek a feladata. A Magyar Vöröskeresztnek ugye vannak törvényből adódó feladatai, amit el kell látni. Az egyik ilyen az a szociális rászorultaknak a segítése. Hát ehhez tartoznak a különféle adománygyűjtéseink, az adományoknak az elosztása, kiosztása is, valamint ugye a különböző szociális ellátásoknak a fenntartása. Itt például Karcag területén a szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg ellátásunk működik. Vannak még különböző feladataink, mint például a katasztrófavédelem, tehát itt a katasztrófavédelmi feladatokra való felkészülés, az megfelelő válaszadás, de mi inkább tehát a felkészülésben hiszünk, hiszen akkor tudunk ugye hatékonyan reagálni bármilyen adódó katasztrófa helyzetre. És a véradás szervezés is, mint olyan, ide tartozik, valamint az egészségvédelme, az egészségfejlesztés és az ifjúságnak a felkészítése ezekkel kapcsolatosan. Témánk a fókuszán nyilván a véradók napjára. Hogyan történik a véradás szervezése? Hát nagyon bonyolult feladat egyébként, amit a Magyar Vöröskereszt így magára vállalt. Nem egyszerű dolog a mai világban megszólítani az embereket, hiszen egy ilyen rohanó világban élünk, és nagyon nehéz megtalálni azokat a forrásokat, amire talán felfigyelnek az emberek, hiszen már régóta plakátozunk, de már nagyon sokan erre már különösen figyelnek,
próbálkoztunk már új eszközökkel, mint ugye a Facebooknak a lehetősége, tehát az interneten való hirdetéssel, újságokban ugye próbálunk hirdetni, és most nagyon örülök annak, hogy például most itt a Karcag TV-ben is szó esik majd erről a dologról. Megyei szinten mit lehet elmondani? Hol adják a legtöbb vért? Kik adják a legtöbb vért? Hát egyértelműen a férfiak vannak előnyben, hiszen ők egy évben ötször is adhatnak vért, míg a nők ugye csak négyszer tudnak vért adni, tehát maximálisan annyi szor van lehetősége erre. Én azt gondolom, hogy így, tehát a férfiak egy kicsit tehát nagyobb számban vannak, magasabb véradó számot elért férfiak vannak ebben a rendszerben benne, de azért a nők is vannak szép számmal, hiszen például itt Karcagon is ünnepeltünk már 90-szeres női véradót is. Nagyon jó, hogy rátértél, hogy karcagi viszonylatban mi a helyzet? Kik azok, akik korosztály tekintetében, ugye hány éves kortól hány éves korig lehet elsősorban vért adni, és melyik az a korosztály, aki leginkább megy és vállalkozik erre a feladatra? Igen, 18 éves kortól 65 éves korig lehet véradó az ember, és nagyon megfigyelhető az, hogy a 18 éves korosztályt még tehát meg tudjuk csípni, hiszen az iskolákban vannak ilyen iskolai véradások, amit ugye a tanárok segítségevel szoktunk megszervezni. Itt például a Karcagon, ugye a Szent Annai gimnáziumban és a Varró István szakközépiskolában szoktuk ezt megvalósítani. Nagyon jó segítőim vannak, én nem tudom, hogy itt neveket megemlíthetem, de Kolostyákné Zsuzsa a Szent Annaiban, ugye ő most az igazgató helyettes, tehát ő nagyon-nagyon mellé állt ennek az ügynek, valamint Barna Sándor a Varró István középiskolában. Tehát ők nagyon-nagyon tudják a gyerekeket mozgósítani, és hál' Istennek nyitott fülekre találnak, és szép számmal szoktak jelentkezni. Tehát 100%-os véradásaink vannak ezeken a helyszíneken, hiszen véradó tervünk van, amit ugye egy egész évre meg szoktunk tervezni, és abban tudjuk azt berögzíteni, hogy körülbelül hány véradót szeretnénk elérni az egyes véradói eseményeken. És ez tényleg szép számmal működik. Ami még megfigyelhető, hogy az idősebb korosztályban, tehát akik már a 65 év felé közelítenek, van egy nagyobb réteg, aki véradó, hiszen ők még annak idején a katonasságnál ugye rászoktak a rendszeres véradásra, hiszen a szabadnap, meg az ilyen ösztönző juttatásokkal valahogy rászoktatták, és beépült ez a mindennapjaikba a rendszeresség, hogy ők járnak vért adni. Sajnos ez a 18 éves korosztály ugye a későbbiek folyamán azt vesszük észre, hogy úgy eltűnik. Nagyon sokan Karcagról mondjuk lehet, hogy el is költöznek, ugye máshova kerülnek, más tehát főiskolára, egyetemre, máshova mennek tanulni. Tehát lehet, hogy ő belőlük is rendszeres véradóvá válnak tulajdonképpen, csak lehet, hogy egy másik városban. Tehát nem nálunk csapódik le az a dolog, amit itt mondjuk elkezdtünk. Általában főleg, aki először megy vért adni, tart ettől a helyzettől. Hogyan lehet őket motiválni, ösztönözni, hogy nem egy olyan félelmetes dolog az, mint ami esetleg elsőre tűnik? Hát sokat segítenek az ilyen nyilvánosságok, amikor ugye erről beszélünk, és tényleg elmondjuk azt, hogy tényleg ez nem egy olyan nagy dolog. Tényleg sokan félnek a tűtől, de én azt szoktam javasolni, hogy én magam is véradó vagyok például, és én is izgulok minden egyes véradás előtt, de én soha nem nézek oda. Tehát amikor beleszúrják a tűt, meg amikor megy a vérem, tehát folyik lefelé, én soha nem oda nézek, hanem másfelé, és próbálom a gondolataimat ugye elterelni. Meg bennem van az a jó érzés, hogy tulajdonképpen másnak segíthetek ezzel. Tehát egyfajta boldogságérzetet is okoz. Valamint próbálunk még ezen úgy segíteni helyi szinten, vagy próbáljuk ösztönözni a véradókat, hogy a véradók között próbálunk mindig, minden hónapban egy csekély kis ajándékot kisorsolni. Ez azt jelenti, hogy az összes véradó, aki aznap megjelenik, belekerül a neve telefonszámba egy kis dobozba, és akkor a véradás végén akkor mindig kihúzzuk, hogy ki az aznapi nyertes. Mikor lesz a következő véradás időpontja itt Karcagon, hol és milyen okmányokkal menjen, aki vért szeretne adni? December 17-e lesz,
a kórház épületében, a szokott helyen, az első emeleten, az előadói teremben. Minden véradásra szükséges, hogy hozzák magukkal a tajkártyájukat, személyigazolványukat és lakcímkártyájukat, hiszen csak ebben az esetben tudják regisztráltatni magukat a véradók. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és stúdiónk vendége voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!